Az idegennyelvi központ számos lehetőséget kínál az aktív, biztos nyelvtudás megszerzésére. Az új törvényi szabályozásnak megfelelően végbizonyítványt, vagy más néven abszolutóriumot az a hallgató szerezhet, aki teljesítette az egyetem által meghatározott nyelvi követelményeket. A nyelvi követelményeknek a teljesítése azt jelenti, hogy úgynevezett nyelvi krediteket kell gyűjteni, és ezeknek a megszerzésére az egyetem számos lehetőséget kínál. E lehetőségek egyikét kínálja az idegennyelvi központ a különböző kurzusaival. A diploma megszerzésének a feltétele tehát most már nem a nyelvvizsga, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség biztos nyelvtudásra. Éppen ellenkezőleg nagyon fontos a folyamatos nyelvi fejlesztés és a fejlesztési folyamat megtervezése az egyetemi tanulmányok alatt. Folyamatos lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók fejlesszék nyelvtudásukat és aktív szaknyelvi nyelvtudásra tegyenek szert. A célunk az, hogy sikeres munkaerőpiaci karrierutakat kínáljunk a hallgatók számára, és ehhez elengedhetetlen egy vagy akár több szaknyelvnek az ismerete. Nyelvvizsga megszerzésére természetesen továbbra is lehetőség van. Az idegennyelvi központ BME nyelvvizsga központjában 5 nyelven, 3 szinten, nyelvtől és szinttől függően évi 2-6 alkalommal. Az idegennyelvi központ által kínált szaknyelvi kurzusok B2 szintűek, ezért azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek B2 szintű nyelvtudással, fontos, hogy mielőbb megkezdjék a felkészülést a B2 szintű nyelvtudásoknak a fejlesztésére, annak érdekében, hogy részt tudjanak venni ezeken a kredites kurzusokon. Fontos hangsúlyozni, hogy e szaknyelvi kurzusokon sem kötjük a részvételt a nyelvvizsgához, tehát a bemenethez, a kurzusokon való részvételhez nem szükséges a nyelvvizsga. Azok, akik esetleg bizonytalanok abban, hogy rendelkeznek-e B2 szintű nyelvtudással, a honlapunkon elérhető nyelvi tesztek segítségével tájékozódhatnak erről. Jó hír, hogy az egyetem nem csak a szaknyelvi kurzusok teljesítéséhez, hanem az általános nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez is kínál kurzusokat, az úgynevezett nulla kredites kurzusok segítségével. E kurzusoknak az a lényege, hogy nem jár érte kredit, de az egyetem támogatást biztosít az elvégzésükhöz, azaz ezeket a kurzusokat térítésmentesen vehetik fel a hallgatók, ugyanúgy a Neptunon keresztül, mint ahogyan a kredites kurzusokat. Az alap, a mester és a doktori képzéseken is meghatározott mennyiségű támogatási egységeket kapnak a hallgatók. Egy támogatási egység egy darab egyszer 2 órás kurzusnak felel meg. Az alapképzésen 8 darab egyszer 2 órás nulla kredites kurzus felvételére van lehetőség térítésmentesen. Ez tehát azt jelenti, hogy az alapképzésen minden fél évben 1 vagy akár 2 nulla kredites kurzus felvételére is van lehetőség. E nulla kredites kurzusokat is úgynevezett moduláris rendszerben kínáljuk. Ez azt jelenti, hogy a tantárgyak egymástól függetlenek, minden fél évben felvehető egy tantárgy, és a hallgatók a saját egyéni szükségleteinek megfelelően határozhatják meg a tárgyak felvételét. A nulla kredites kurzusainak a célja az, hogy az általános nyelvi készségeket fejlessze, és e kurzusok több csoportra oszthatók. A nyelvtani rendszerező kurzusunkat A2 szinten német, spanyol és francia nyelvből kínáljuk. E tantárgyat olyan hallgatóknak szánjuk, akik korábban már tanulták a nyelvet, a szókincsük, szóbeli kommunikációjuk A2 szintű, de nyelvfejességi problémáik vannak. Így a tantárgy fő célja az, hogy a nyelvtani hiányosságok pótlása után a hallgatók elkezdhessenek egy B1 szintű kurzust. A nyelvtani rendszerező kurzusok mellett úgynevezett szintrehozó kurzusokat is kínálunk. B1 szinten a szintrehozó kurzusokat német, spanyol, francia és olasz nyelvből kínáljuk, és a tantárgy olyan hallgatók fejlesztését szolgálja, akik régen tanulták a nyelvet, vagy más okból B1 szinten még hiányosságaik vannak. A tantárgy célja így az, hogy a hiányosságok pótlása után a hallgatók elérjék a B1 szintet. A középfokú szintrehozó B2 kurzust angol, német, illetve spanyol nyelven kínáljuk. E tantárgy olyan hallgatók fejlesztését szolgálja, akiknek B2 szinten vannak hiányosságaik. Azoknak ajánljuk, akik szeretnének a későbbiekben B2 szintű kredites kurzusokat felvenni. A nyelvtani rendszerező és a szintrehozó kurzusok mellett gazdasági vizsgatréning kurzusokat is kínálunk B2 szinten, angol és német nyelven. Emellett fontos hangsúlyozni, hogy e kurzus, tehát a gazdasági vizsgatréning
tréninget és az új latin nyelvekből, ezeket a kurzusainkat nem minden fél évben indítjuk. A nulla kredites és a kredites kurzusaink is általában egyszer-két órásak, annak érdekében, hogy a hallgatók minél jobban be tudják illeszteni a kurzusaikat az órarendjükbe. Egy-két olyan kurzusunk van, amelyek nem egyszer-két órásak, hanem kétszer-két órásak. Ezek megtalálhatóak a honlapunkon, abban a nyelvi kínálatban, amely az összes kurzusunkat tartalmazza. Az idegen nyelvi központ által kínált nyelvi kurzusok széles palettája jól mutatja, hogy az egyetem támogatja a nyelvi, szaknyelvi kompetenciáknak a fejlesztését, és a hallgatóknak lehetősége van nulla kredites, kredites kurzusok felvételére, vagy az alapdiploma megszerzése után akár a szakfordító és tolmácsképzésekben való részvételre. Azokról sem feledkezünk meg, akik már rendelkeznek biztos nyelvtudással vagy nyelvvizsgával, ők továbbfejleszthetik nyelvtudásukat, részt vehetnek szakfordító vagy tolmácsképzéseinken. Arra biztatjuk a hallgatókat, hogy tervezzék meg nyelvtanulási fejlődési útjukat, éljenek az egyetem által kínált nyelvtanulási lehetőségekkel, egy állásinterjún biztos nyelvtudással tudjanak részt venni, aktív nyelvtudással tudják építeni nemzetközi karrierjüket.